A nagydobosi általános iskolások mennyből az Angyal című műsorával emlékezett a település és a megye az 1956-os eseményekre szerdán. 2007 volt az első év, amikor nem Nyíregyházán, hanem a megye egy másik pontjára szervezték a központi ünnepséget. Idén például a térség legrégebbi településén, Nagydoboson emlékeztek a magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményére. Magyarország az 56-os hősöknek köszönheti azt, hogy a nemzet történelmének legsötétebb éveiben a szovjet megszállás alatt is volt mire büszkének lenni, mondta Nagydobos polgármestere ünnepi beszédében. A kommunista pártállamot megdöntöttük, a szovjeteket hazaküldtük, és kigyógyítottuk hazánkat a diktatúra szövődményeiből. Kitáruló világ, egyenes tartás, világos beszéd, tiszta tekintet és megnyitott szívek. Köszönet és hála, hogy mi erre építhetjük a jövőnket. És miért idéztem ezt a részt miniszterelnök úrtól? Mert hiszem, hogy valóban ez a két szó talán legfontosabb az egész életünkben. Köszönet és hála. Ez kell ahhoz, illetve köszönet, hogy nekünk ma nem a barikádokon, fegyverrel a kezünkben kell állnunk, hanem örüljünk, és tudjunk élni azzal a szabadsággal, amit elődeink vívtak ki nekünk. Ez kell ahhoz, hogy értékelni tudjuk, amit a múltunktól kaptunk, és igaz hittel, felelősséggel tudjunk munkálkodni egy település, egy ország jövőjén. A forradalom és szabadságharc Magyarország népének, a sztálinista terror elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca. A budapesti diákok az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen november 11-én. 1956 végétől kezdve a hivatalos ideológia és propaganda az összes rendelkezésre álló eszközzel a forradalmat nyugati imperialisták és általuk hazaküldött, nyilas emigránsok által szított népellenes, fegyveres ellenforradalomnak tüntette fel. A Kádár korszak későbbi éveiben pedig a teljes elhallgatás fegyverét vetette be 56 emléke ellen. Az események hivatalos értékelése a rendszerváltás után változott meg. 1989 óta október 23-a jeles nap, kettős nemzeti ünnep Magyarországon. 1956 hőseire emlékezünk ma, és ez az én generációmnak, a mi generációnknak még mindig egy különleges alkalom. Hiszen valóban évtizedeken keresztül vagy nem lehetett róla beszélni, vagy hazudtak róla. Ilyenkor még a mi generációnak, még, vagy a rám idősebbeknek még mindig gombócon a torkán 1956 kapcsán. A gyerekeknek ez már nyilvánvalóan más és természetes. Beleillik a nemzeti ünnepek kiemelkedő forradalmaink sorába ez az ünnep. Az 56-os harcokban a titkosítás alól 1993-ban feloldott statisztikai adatok szerint 2652 magyar és 720 szovjet állampolgár esett el. A forradalom következményeként hozzávetőleg 176 ezer, más adatok alapján mintegy 200 ezer magyar hagyta el az országot. 1957. januárjától a forradalom résztvevőit tömegesen börtönözték be, majd sokukat kivégezték. A megtorlást és a magyar nép elnyomását az ENSZ és a világ közvéleménye egyaránt elítélte. Nem harcolhatunk valami ellen, annak semmi értelme. Valamiért kell harcolni. Mi, akik itt vagyunk, valamiért harcolunk, a saját településünkért, a saját közösségünkért, a saját megyénkért, és természetesen a saját országunkért. És mennyivel más ez a harc, mint annak idején 1956-ban, hiszen ott egy fiatalnak, egy pesti srácnak, vagy a pesti srácoknak fegyvertelenül, vagy csak egy molotov koktéllal kellett szembenállni egy orosz harckocsival. Amikor fiatalok voltunk, biztosan sok férfi elgondolkodott ezen, és talán most is fölteszünk magunknak ezt a kérdést, hogy egy jelen esetben kimernénk állni egyedül egy molotov koktéllal, vagy egy davaj gitárral az orosz harckocsi elé,
És én annak örülök, hogy biztos vagyok benne, hogy közülünk sokan ott lennének az első sorban. A 63 évvel ezelőtt történt eseményekre koszorúzással is emlékeztek Nagydoboson.